hihetetlenül fontos, hogy legalább a bíráskodásban képviseltessük magunkat. Hölgyek, urak, Núria Diosdado és Juana Jiménez következik a párosok döntőjében, a technikai fináléban. A női egyenjogúságról szól a Kürjük. És egy életvidám zenét választottak, a Ciao Bella. Bella Ciao. De a mexikóiaktól megszokhattuk. Lásd, a budapesti vizes vép egy fantasztikus kürt produkált mind városban, mind csapatban. Az a pohócos biztos, hogy emlékszik mindenki rá, aki látta annak idején a közvetítéseket. Élvezik ezt a pohócot. Amit vártunk. Én pedig ezt akartam mondani, hogy elképzelhető, hogy valaki most a vasárnapi húslevesét otthagyta, és felállt az asztaltól, és elkezdett otthon egy kicsit pörögni, táncolni. Hát ilyen a mexikói páros. És itt vannak az edzők, akikről annyit nagyon szeretnék elmondani és megemlíteni, hogy ők saját magukat hozták létre. Valójában a mexikói szinkronúszás nem kért segítséget hosszú távon, szövetségkapitányokat nem szerződtettek, mexikói szakemberek dolgoznak velük, nyilván edzőtáborokra ők is eljárnak a világ különböző pontjaira, és egy-egy edzőtábort tartanak náluk is, neveztek emberek, de ők a mezőny egyik olyan nemzete, akik tényleg teljesen arra hagyatkoztak, hogy a mexikói szinkronúszás másmilyen legyen, mint akármelyik régi motoros nemzet, és azt hiszem, hogy rájuk is ismerünk, tehát a stílus az tényleg mindegyiktől különbözik. Egyedi, abszolút. Núria Diosdado részt vett a budapesti vizes világbajnokságon 2017-ben, mégpedig Karim Acsacs Ramirezzel ott a 10. helyen zártak a döntőben, a technikai döntőben, most pedig 84,9-et szereztek erre a kürre, és megelőzték az amerikai duót, ezzel ők állnak az élen két produkció után, és hamarosan jönnek majd a spanyolok. Feltételezhető, hogy a spanyolok meg fogják majd előzni a mexikóiakat, annak ellenére, hogy az alsóházban vannak, itt pedig a nagy favorit orosz.